Ugye a levezető elnökünk mondta, hogy az ötlet az tőlem származik. Tulajdonképpen egy ilyen két részből álló ünnepi rendezvényre gondoltunk, aminek ugye az apropója egyrészt az előd által az elején felsorolt évfordulók, de másrészt pedig az, hogy folyik jelenleg az Európai Ügynökségben egy űrhajós kiválogatás, amelyben először vehetnek részt magyarok. És ezért arra gondoltunk, hogy épüljön fel úgy az egész, hogy először mutassuk meg, hogy milyen fizikai és pszichológiai kihívásoknak kell megfelelnie azoknak, akik űrhajósok akarnak lenni, illetve hogy általában hogyan válogatják őket, és hogy tudatosítsuk bennük azt, hogy ez nem valamiféle orvosi passzió, nem valamiféle ilyen, ahogy tetszik, cseszegetés, hanem bizony ennek oka van. Talán ez az előző két előadásból átjött. És a második, ez pedig arról lenne szó, hogy akiknek ezek után még maradt kedve ahhoz, hogy űrhajósnak jelentkezzenek az ESA-hoz, azoknak én most nagyjából megmutatnám, hogy milyen hardverekre lehet ott számítani, tehát milyen űreszközöket használ az ESA jelenleg, illetve a jövőben. De egy kicsit a múltról is beszélek, hát az így a felvételi beszélgetésünkbe segít, majd pedig Magyari Gabi fog arról beszélni, hogy maga a kiválogatás hogyan fog zajlani, illetve milyen felkészítéshez mi áll rendelkezésre. Igazából azért egy pillanatra megállnék egy aktualitásnál, ez ugye a űrrepülőgépek 40-es évfordulója, azért, mert a közelmúltban az egyik fórumon ahol volt egy gyönyörű felvétel az egyik űrrepülőgépről, valaki így egy mondatba kinyilatkoztatta, hogy hát ez egy elfuserált koncepció volt. Én azt gondolnám, hogy azért ezt így nem szabad kijelenteni, még akkor sem, ha valóban nagyon vonzó például az, amit a SpaceX csinál. De azért ne felejtsük el, hogy az űrrepülőgépek voltak az első többször felhasználható hűjárművek, gyorsan rakéták a 10-szer magát, a szárnyas űrrepülőgépet elvileg 100-szor lehetett újra felhasználni. Először láttunk olyat, hogy egy űreszköz vízszintesen repülőtéren ér földet. Ez az első olyan személyzetes űrjármű, amelyiket rögtön személyzettel próbálták ki, tehát nem volt előtte üres tesztrepülés, illetve egy kombinált személyteherűrhajóról beszélünk, ami felfele 24, lefele 14 tonna terhet tudott szállítani. Először hoztak vele műholdakat vissza javításra, vagy javítottak meg pályán, ugye a Hubble űrteleszkopot, a HST-t az többször is. Ez ennek köszönhető, hogy 3 évtizede lehet használni ezt az űreszközt. Aztán azt sem szabad elfelejteni, az űrállomás valószínűleg nem épült meg volna az űrrepülőgépek nélkül, és hogy az első 4 repüléstől eltekintve, amikor ketten-ketten voltak a fedélzeten, 5-7 fő repült alkalmanként, ami hát a korábbi és mostani létszámunknak is a duplája. Végül, de nem utolsó sorban ez az eszköz vezette be Nyugat-Európát és Kanadát az aktív űrhajózó országok közé, és mindez történt a 70-es évek technológiájával, tehát csak 20 évvel Gagarin után, és mondjuk hát 40 évvel vagy 35 évvel a SpaceX-nek a függőleges rakéta visszahozatalé előtt. Természetesen azt nem lehet megkerülni, hogy ennek során elveszett 2 űrrepülőgép, és sajnos életvesztette 14 fő, és borzalmasan drága volt ez a történet, de azért itt mutatnám, hogy korábban ilyet nem láttunk. Tehát nem láttunk olyat, hogy visszajön egy hordozó rakéta, a bal oldalon látjuk, vagy egy űrrepülő, vagy egy űreszköz repülőtéren, vagy futópályán száll le, és hát aztán az emberek méretét is nézünk, tehát ekkora űreszközt sem láttunk, mint az űrrepülőgép. Tehát én azt gondolom, hogy az nem mondható, hogy ez egy abszolút hibás koncepció volt, én inkább úgy fogalmazok, hogy ez egyszerűen túl korai volt, és még egy néhány szám itt, az űrrepülőgépekkel 30 év alatt közel 140 starttal 300 ember jutott el a világűrbe, ez a világűrbe jutott embereknek a fele. Az összes többi űreszközzel jutott el ugye a másik fele, és azért azt sem szabad elfelejteni, hogy a szojuzok természetesen nagyon megbízhatóak, és nagyon régóta használjuk őket. 45 év alatt alig valamivel több repülést teljesítettek, mint az űrrepülőgépek 30 év alatt, és hát bizony ott is elvesztettünk 2 űrhajót, 4 főt, és ezen kívül volt 2 megszakított szuborbitális repülés. Miért beszéltem az űrrepülőgépekről a 40-en kívül? Hát azért, mert az első európai űrmodult, a Space Lab-et, szintén az űrrepülőgépek állították pályára. Ez annyira felizgatott néhányakat, például Németországban, hogy hát aki ismeri a Kraftwerket, ugye, vagy nem, a fiatalok kiguglizzák, hogy ez milyen zenekar volt. Az egyik albumában, a 78-ason még Space Lab címmel zene is jelent meg. Mi volt ez a Space Lab? Ez egy kooperáció volt a NASA és az európai
űrkutatási szervezet, akkor még nem az ESA között, amelyben arról volt szó, hogy az űrrepülőgépet az amerikaiak biztosítják, Európa pedig épít egy moduláris űrállomást, aminek vannak hermetikus részei, két ilyen hengerből, van lehet hermetikus része, van ilyen átszálló alagút, de különböző modulokkal, úgynevezett palettára szerelt palettekkel lehetett kiegészíteni ezt. Itt látunk egy űrhajóst, ott meg a bal oldalon az alagútban egy másikat. Maga a hermetikus rész az egy 5,5 méter hosszú, 4,1 méter külső átmérőjű henger volt, amit különbözőképpen, részben különbözőképpen lehetett különböző programokhoz műszerezni, és aztán hát ugye ez fölment a világűrbe, majd vissza is jött az űrrepülőgéppel, tehát kirakásra az űrrepülőgép rakteréből sose került. Itt lehet látni a méretét, ott középen, aki figyel, az láthatja, hogy ott egy fiatal ember kukucskál befele, ez a múzeumi példánya az egyik űrmodulnak, végül is Európa kettő ilyet épített, egyiket saját magának, a másikat az amerikaiaknak. Ennek ellenére már a második űrrepülésen, amikor még csak kettő fő repülte az űrrepülőgépet, már az első palettet ki is próbálták, tehát ugye ez 1981 novembere, amikor Joe Angle és Richard Trulli még a berepülését végezte az űrrepülőgépeknek a föld körüli pályán ebbe az ominózus SR-71-es katonai felderítő géptől megörökölt speciális szkafanderbe. Amit igazi, teljes értékű első Space Lab repülésnek tekintünk, az 83 végén történt, ekkor repült az első nyugat-európai űrhajós, Ulf Merbold, aki ott a jobb oldalon látható ilyen ma már ilyen viccesnek tűnő fekete hajjal. Itt az egyik palettnek a műszerezettsége, hát én nem olvastam föl, az előadások rögzítésre kerülnek, meg hát akit érdekel, az itt dobál magának printscreeneket, és akkor majd meg tudja ezt nézni. Itt most a modul belsejét látjuk, bal oldalon éppen a Merbold borúra az egyik műszer, a jobb oldalon pedig amerikai űrhajósokat látunk, az az összes ott a jobb szélen, a Gary ott, aki még annak idején az amerikai Skylab-en dolgozott. Egy ilyen kis rövid mérleg, a nagyjából 20 évig repült, 81-től 2000-ig került sor Space Lab repülésekre, tehát összesen 35 küldetés, ezek közül persze nem mindegyikbe repült ez a hermetikus labormodul, itt a jobbról a második oszlopban lehet látni, a modul elem 1 volt az, amit magának épített az ESA, a kettes, az elem 2-es, amit átadott a NASA-nak, de lehet látni, hogy azért elég sokszor kerültek ilyenek föl a világűrbe, és ennek során 10 európai űrhajós 5 ország képviseletében repült földkörüli pályán. Most a Space Lab után, de még a nemzetközi űrállomás, tehát az ISS előtt volt az úgynevezett Euromir program, amelynek az volt a feladata, hogy Európát átvezesse a rövid távú ilyen 1-2 hetes repülésekből és űrséta nélküli repülésekből a hosszú távú űrrepülések és esetleg az űrséták világába. Erre a feladatra 92-ben választottak ki 4 űrhajóst, és 93-ban írta alá az Európai Ügynökség az orosz energiával a szerződést, aminek értelmében kezdődött meg az ő kiválogatásuk. Az Euromir egyre Ulf Melbordot, akit az előbb láthattunk, választották ki egyes számú jelöltnek, a Pedro Duque, spanyol fiatalember, aki az ő bal oldalán áll, volt az ő tartaléka, és a két szélen balra a Thomas Reiter, illetve a jobb oldalon a svéd Fuglesang, akik az Euromir 2-re készültek. Végül is az Euromir 1-re 1994-ben került sor, amikor Ulf Melbold, egy csinos orosz hölgy, jelen a Kondakova társaságában jutott föl a Mir űrállomásra, és töltött ott egy hónapot. A következő évben Thomas Reiter, aki egyébként két űrsétát is végrehajtott, fél évet volt fönt, és hát a jobb oldalon egy ikonikus kép látható, ugye a szájában egy csavar húzóval éppen a magyar pillét javítja, a pille akkor az berendezése volt, ami űrállomásnak meghibásodott, így sutyiba úgy küldték föl neki az alkatrészeket, meg az utasítást, hogy kell megjavítani, magyar szakemberek, Apáti Pisti és társai, és hát ő itt reparálja éppen a pillét. Megvolt ez az átkötés,
jöhettek a hosszú távú űrrepülések, Európa elkezdett elemeket építeni nemzetközi űrállomásra, tehát ez most már a jelen. Az első ilyen nagy berendezés, hát a legnagyobb berendezés maga a Columbus kutató laboratórium, amit itt az űrrepülőgép rakterében látunk, az 2008 februárjában került föl a nemzetközi űrállomásra, hogy hova az itt a képen látszik, mondjuk azt, hogy a nyugati, tehát az amerikaiak által irányított oldalára az űrállomásnak. Itt a sebességvektort mutatja a mozgás irányát a nemzetközi űrállomásnak a piros nyíl. Lehet látni a jobb oldalon a Kibo, a japán modul, japán kutatómodul, a tetején a japán raktár, és ezzel szembe helyezték el a Columbus űrállomás modult, ami egyébként méreteiben nagyon hasonlít a Space Labhez, hát nyilvánvaló, hiszen az űrrepülőgép raktere az bizonyos méretkorlátokat vagy lehetőséget adott. Itt egy ilyen robbantott ábrán látjuk, hogy egyszerre három fő dolgozhatott rajta. Ez egy 75 köbméteres szerkezet, de hát ebből 25-öt elfoglalnak a különböző rekek, ezekből 10 darab van, tehát 10 ilyen gardob szekrény áll, amik be vannak így műszerezve, vagy éppen raktár, vagy éppen munkahely. Hát ezen a maradék 50 légköbméteren kell az bent dolgozó három főnek osztoznia. Itt látjuk még egyszer, és akkor itt vannak a különböző rekek, hát talán a legikonikusabb, ez a BioLab nevű biológiai rek, ott a fehér pólós úri embernél, aki amelyhez tartozik egy ilyen glove box, tehát egy ilyen kesztyűs doboz is. Ezen a képen a németországi Európai Űrhajós Kiképzők Központban felépített Columbus szimulátor látható, tehát a Columbusra készülő, nemzetközi űrállomás készülő európai űrhajósok, hát ha esetleg most lesz magyar, akit kiválasztanak, akkor ő is ezen fog dolgozni, már amennyibe ugye az ISS-re készítik föl, ott a bal oldalon lehet látni ezt a bizonyos gloveboxot, és most én azt kérem, mindenki jó jegyezze meg a hátsó részt, azzal a két számítógép képernyővel, meg ezekkel a kis fekete dobozokkal, ugye így néz ki, hát ezt ismerjük, ez az, amikor beköltözünk egy lakásba, akkor az ilyen, és akkor így néz ki, amikor lakunk benne. Itt a bal oldalon látszik ez a két számítógép, illetve ezek a fekete dobozok. Hát a kuplerája az olyan, mint egy hétköznap a lakásunkban, vagy mint egy igazi földi kutató laboratóriumban. Ami érdekes ebben a képben számunkra az, hogy ezen a képen Paolo Nespoli, olasz európai űrhajós éppen a neurospat kísérletre készül, ezt a nagy szerkezetet fogja a fejére tenni, ebbe a, van itt ez a fekete kukucskáló rész néz be, ezt a kísérletet belga és magyar szakemberek rakták össze, és hát Magyarország éppen az előző előadó, az dr. Emban Bea által emlegetett Balázs László vezette csoport készítette, tehát ő itt egy belga-magyar kísérleten dolgozik. Egy másik hozzájárulás Európának a nemzetközi űrállomáshoz, amiről ritkán beszélünk, az az európai robotkar, amit itt látunk egy ilyen animált felvételeken, ez az orosz oldalra van felszerelve. Mint lehet látni, van neki készfeje, csuklója, alkarja, könyöke, felkarja és válla. És nagyon érdekes, a jobb felső ábrán lehet látni, hogy ezt több helyről lehet vezérelni, tehát logikus, hogy lehessen belülről az űrállomásról vezérelni, de kint az űrsétát végző űrhajós is tudja vezérelni, tehát a robotkar tud neki segíteni, sőt, közvetlenül, ha a földi állomás fölött halad el az űrállomás, vagy ha nem, akkor geostacionális műholdon keresztül akár a földről is lehet mozgatni ezt a robotkart, ez egy másik fontos európai hozzájárulás. Talán mindannyiunk kedvence, a legritkábban emlegetett európai fő darab a nemzetközi űrállomáson, de talán a leglátványosabb ez a kupola. Jobb oldali képen látjuk, hogy ez micsoda, ez pont az, mint amit a neve mond. Ez egy ilyen kilátó kupola, kicsit a repülőgép anyahajókon ilyen félig besülyeztett fedélzeti irányító állásra emlékeztet. Ezekkel a hatalmas ajtókkal lehet az ablakokat lezárni, hogyha meteorit veszély van, vagy valami űrtörmelék veszély van, és itt lehet gyönyörködni a tájba. Hát azért a baloldali falszonoptikás képen azért látjuk, hogy néha ezt elrontják jó sok számítógéppel az űrhajósok. Ettől függetlenül hát ilyen a látvány, tehát ez nem sci-fi, ez ma a Földkörüli Pálya Nemzetközi űrállomás.
hát a csinos űrhajós hölgyek itt mindenféle szelfiket tudnak az Instagramjukra vagy a Facebook oldalukra készíteni. A nemzetközi űrállomáshoz egyébként Európa korábban egy űrhajóval is hozzájárult, bár nem személy űrhajóval, hanem egy teherűrhajóval, ez volt az ATV. 5 ilyen készült, ezek 2008-ban, 2011-ben, 2012-ben, 2013 és 2014-ben repültek, mindegyik teherűrhajó, tehát egyszer felhasználható, visszatérés során elégtek a légkörbe. Az itt látható lista, hogy mi mindent tudott szállítani, az a legelső repülésre az ATV-1-re vonatkozik. Felhívom mindenki figyelmét arra, hogy itt bizony jó nagy munkatere van, a robbantott ábrán látható az űrhajósnak a hermetikus részben, tehát van egy hermetikus rész, ahol ennél a küldetésnél éppen 1300 kg-nyi élelem, alkatrész és egyebek vannak, illetve van egy hátsó nem hermetikus rész, ahol különböző tartályok vannak gázokkal, többek között üzemanyaggal az űrállomásra, de ezt arra is használták, hogy megemeljék vele, magával ezzel az űrhajóval az egész űrállomás pályáját. Hogy mekkora ez az űrhajó és mekkora belső tér, azt ezen a képen, vagy ezen a dián lehet látni, itt most a hermetikus belső teret látjuk, a szürke fal mögött vannak a gázok a tartályokban, és itt pedig ugye jobbra-balra az Apollo, a Soyuz és az ATV mérete arányos összehasonlítása. Ez a szerkezet az Ariane 5-ös rakétával indult, ugye a francia Guyanából, és a bal felső ábrán látszik, hogy hova, tehát az orosz oldalra dokkolt, lézeres megközelítéssel, ami ugye azt jelenti, hogy mivel a Columbus az pont az átelemben van, hát mindent át kellett cipelni a szegény űrhajósoknak az egész űrállomáson, tehát az se jelentkezzen űrhajósnak, aki nem szeret cipekedni. És akkor a jövő, lassan most már az előadás végére érek majd, az Orion űrhajóhoz, amelyik a Holdhoz és esetleg a Marshoz készül, Európa jelentősen hozzájárul. A baloldali robbantott ábrán, vagy a baloldali ábrán azt látjuk, hogy a felső kabint és az úgynevezett ezt a közgyűrűt, ezt az Egyesült Államokban készítik. A kabin az nyilván a négy személy elhelyezésére szolgál, és visszatér a földre, a közgyűrűbe különböző kommunikációs berendezések van, és vezérlő berendezések vannak. Az alul lévő szervizmodul készül Európában, mindegyik űrhajóz egy-egy, hiszen ez viszont megsemmisül, és a jobb oldalon látjuk ilyen gyerekrajzszerűen, hogy ez gondoskodik az energiaellátásról, a hőmérséket szabályozásról, gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy kívül mínusz 75 vagy plusz 90 fokban, ez biztosítja belül a normális hőmérsékletet, illetve hát itt található az avionika, vagyis a repülés vezérlés, aminek, ahogy az ábra mondja, 11 kilométernyi kábele van. Ezen az ábrán látjuk, hogy ez egy mekkora szerkezet, így különböző összehasonlításokat látunk, ugye maga az Orion űrhajó startömege az 25 tonna lesz, tehát 5 elefántnyi, amiből 10 lesz maga az űrkabin, és 15 az üzemanyaggal együtt a műszaki egység, ami Európában készül, és hát ez egy kisebb családi házzal összevethető méretű űrhajó lesz. Persze azt is lehet mondani, hogy hát ugye visszatérve az előző, főleg pszichológiai előadásra, ugye a felső szintjén lakunk ennek a kis háznak, esetleg a padlás terébe 4 napokig, tehát aki klausztrofóbiás, az megint ne jelentkezzen űrhajósnak. Én azt gondolom, hogy az kizárók, de ezt majd utána a magyar kabi megerősíti. Ha hagysz neki egy pár percet. Hagyok, mert most már csak 3 hasznos dia van hátra. Itt a magán a rakétában látjuk az Oriont. És akkor a Gateway űrállomás, ami a még távolabbi jövő, és ha jól tudom, ez az utolsó hasznos dia. A bal oldalon alul azt látjuk, hogy ez azért méretében jóval kisebb lesz, mint a nemzetközi űrállomás. A fő ábrán, a színesen pedig azt látjuk, hogy az ESA mihez járul hozzá. Ugye 24-ben látunk ott két 2024-es dátumot, a NASA készíti az elsődleges kisméretű lakómodult, illetve hozzá az energia és üzemanyag, vagy meghajtó rendszer, bocsánat, ezek egy darab rakétával, egy Falcon Heavy-vel fognak 2024-ben indulni, és aztán az ESA dolgozik egy üzemanyag utántöltő
modulon, egy kommunikációs modulon, amelyek 2027-ben kerülnek pályára, illetve a japánokkal közösen, tehát a JAXA-val közösen 2026-ban pályára állítandó már nagyméretű vagy nagyobb méretű lakómódulon. Én ennyit szerettem volna elmondani, tehát én sok sikert kívánok az űrhajós jelölteknek, akinek szerencséje lesz talán repülhet a nemzetközi űrállomáson vagy az Orionon. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Én köszönöm az előadásodat, majd azért ezt az űrrepülőgépről alkotott nagyon pozitív képet egyszer megvitatjuk, egy esetleg egy külön rendezvény. Pozitív, hiszen én ellenpontoztam egy egymondatos negatív statementet itt. Igen, majd én mondok egy másik negatív statementet, én ezt egyszerűen zsákutcának tartom, de ezt vitassuk meg egy másik alkalommal.